Középiskolások számára szervezett tiszta hídépítő versenyt a Szapiencia Egyetem Marosvásárhelyi kara. A rendezvény a felsőoktatási intézmény mérnöki szakirányainak népszerűsítését célozta. Második alkalommal szerveztek tészta hídépítő versenyt a Szapiencián. A kézügyességet, tudást és türelmet igénybe vevő versenyszámon kívül virtuális hídépítésben is megméretkeztek a csapatok. Az első versenyszámban a lényeg, hogy minél nagyobb terhelést bírjon meg az illető híd, illetve a második versenyszám az minél olcsóbb legyen, és minél kevesebb kapcsolódó elemet törjön szét a hídon át haladó vonat. A versenyzők az élelmiszerboltokból beszerezhető száraz tésztából, valamint a ragasztóanyagból megépített különböző formájú hidak próbáját várták a legnagyobb izgalommal. Ekkor derült ki ugyanis, mekkora terhelést bír el a híd. A törés pillanata tehát volt, akinek örömöt okozott. Tavaly is elég jó eredményünk volt, és ugyanazt a hídtípust alkalmaztuk bizonyos javításokkal. Otthon is gyakoroltunk rá, kipróbáltuk, hogy ugye egy ilyen boltívet milyen megépíteni, és akkor nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati nehézségekbe is beleütköztünk, és akkor most, amikor jöttünk, akkor sokkal egyszerűbb volt megépíteni. A kolozsvári középiskolások által épített tésztahíd közel 20 kg-os terhelést bírt el. Bár a mérnöki szakon tanuló egyetemisták több száz kilogramot is elbíró hidakat építenek, a középiskolások teljesítménye így is figyelemre méltó. Sok türelem kell az ilyen munkához, és azért szerintem tudásra is szükség van, mert ki kell tudni számítani a dolgokat ahhoz, hogy pontosan sikerüljön. És nekem tetszett. A Szapiencia Egyetem Marosvásárhelyi karán a 2017-2018-as tanévtől kezdődően építőmérnöki szak indul, amennyiben sikerül elnyerni a működési engedélyt.